Ezek a tárgyak még nem kerültek megtisztításra, de már előkészítettük ahhoz, hogy a kiállításba is bekerüljenek, és ugye majd közé tesszük országvilág előtt. Kész Réka, a Sóstói Múzeumfalu munkatársa meséli kameránknak, hogyan lesz egy porszívóból kiállítási tárgy Nyíregyházán a Múzeumfalu időszaki kiállításán. A kiállítás alapötletét az adta, hogy én az egyetemen a disszertációmat, a doktori disszertációmat a kárpátaljai rendszer, 91-es rendszerváltásról írom, viszont jelenleg ugye a Sóstói Múzeum munkatársaként itt dolgozom, és a kettőt egy kicsikét összehoztuk, és egy olyan kiállításon dolgozunk jelenleg, amelyben jelképesen is megnyitjuk a határainkat, tehát a 90-es évek határmenti kereskedelme, illetve határmenti mindennapjai kerülnek majd bemutatásra. Szokol rádió és használaton kívüli régi fodrászati keldékek a 90-es évekből, amelyeket civil lakosok ajánlottak fel a múzeum számára. Hasonló tárgyak felajánlására, illetve kölcsönadására biztatja a lakosságot a muzeológus február 15-éig, hogy az áprilisban megnyíló gyűjtemény minél teljesebb képet adjon a megidézett korszakról. Ezt a kiállítást úgy terveztük megvalósítani, hogy a nagy közönség segítségét is kérjük. Minden olyan tárgyat nagy örömmel fogadunk, amelyek a 90-es évek határon átívelő mindennapjait valamilyen módon bemutatják. Lehetnek ezek a kereskedelemben megforduló tárgyak, de lehetnek személyes tárgyak, és persze a tárgyak mellett az egyéni emlékeknek is nagy szerepük van, úgyhogy minden történetet is örömmel fogadunk. A Múzeumfalu kiállítása a magyar-ukrán határ egykori nyitására koncentrál, hangsúlyozta a muzeológus. A kereskedelem az, ami a határ túloldalán élők, akár az ukrajnai, kárpátaljai, akár a magyarországi személyeknek, közösségeknek egy találkozására vagy újra találkozására lehetőséget nyitott. Úgyhogy elsősorban mi a nyitásra koncentrálunk. A Sóstói Múzeumfalu március 15-én nyitja meg kapuit a látogatók előtt, az első időszaki kiállítás pedig április 1-től várja az érdeklődőket egészen augusztusig.